Drága az ilyen, lemész a büfébe és iszol valamit. Például egy kávé. Szóval 2000 forint egy kávé. Ja, és akkor drága, hát persze, ugye én mindent a magyar árakhoz, meg az otthoni zékhez viszonyítok, tehát egy külföldinek meg lehet, hogy nem drága, de engem ez zavar, hogy drága a kávé. Ugyanígy, hogy a felszolgálós, tehát rendes étterem kaja, hogyha oda mész, nem kötelező természetesen, de azért szoktam ott tenni ebédre meg vacsorára, csináltam rá a külön videót, egy csomó idő, szerintem nem éri meg, de mindegy. Szóval, hogy ott például, ha akarsz inni egy vizet, akkor kihozzák a másfél literes vizet, 3,5 euró, ha jól emlékszem. Másfél liter víz, nincs is rá szükségem. Egy pohár vizet akartam kérni. Ez is olyan dolog, hogy nyilván nem halok bele az 1000 akárhány száz forintba, de ne kelljen már egy pohár vízért 1500 forintot fizetni. Szóval ezek a tipikusan ilyen kis apró kis lehúzások. Szóval, hogy drágák az ilyen kávé meg víz. Aztán, ha már inni való, akkor drága a piacsomag. Erről is csináltam külön videót. De szerintem ezek nagyon felül vannak árazva, én értem, hogy ez fontos, és egyébként látom is most már, mert pont Szaúd-Arábiában volt az, hogy olyan szinten ilyen alkoholtilalom van, hogy konkrétan bejöttek a szobámba, megkérdeztem a nő, hogy van-e nálam alkohol, mert el kell tegye, nem volt, de kipakolta a hűtőt is, mert följöttek a hajóra ellenőrizni a Szaúd-Arábia nem tudom kicsodák, hogy nincsen alkohol a hajón, tehát hogy ott akkora alkoholtilalom van. Nyilván ezt is túl lehetett élni, szóval inkább érdekesség volt, mint probléma. És akkor látszott, hogy ugye nem lehetett inni a hajón se, és aznap egész nap nem volt alkohol, és aznap, akikkel leültem kajálni, mindezen nyekergett a nyugdíjas, hogy nem tud inni. Szóval ezért jönnek a nyugdíjasok, és így most már látom, hogy ezért fizetik ki ezt a magas árat, mert ezért jönnek. Hát eljön élete alkonyán, ha lehet így mondani, és iszik, mert hát most hadd érezze magát jól, és akkor aznap pont nem lehetett. Szóval, hogy mások kifizetik, ugye én vagyok az, aki ezt kicsit kifogásolja, hogy 15-20 ezer forint egy napra a pia, de egyébként úgy voltam vele, hogy inkább kipróbálom, mert én se szeretem, ha valaki úgy szakért, hogy nem próbálja ki. Le is mentem pár nappal ezelőtt, hogy jó, akkor kérek egy ilyen pia csomagot az út maradék részére, mert azt tudom, hogy egy napra nem lehet venni. Egyébként azt akartam, és akkor ezen is gondolkodtam, hogy de miért nem lehet egy napra venni? Nekem például pont elég lenne, hogyha 2-3-4 naponta kicsit többet iszok a kelleténél, aztán utána pihentetem a májam, de ezt nem lehet, és akkor így eszembe jutott, hogy pont ezért, mert erre mennek rá, hogy úgyse fog minden nap egy csomót inni, és akkor így el van osztva, és több pénzt lehet beszedni. Na mindegy, lementem, úgy voltam bele, hogy 4 nap van hátra, hát akkor ezt kipróbálom, és kész. Ja, nem lehet megvenni. Tehát a maradék része nem lehet megvenni. Egyébként az volt a nem tudom hányadik panaszom, amit írtam, és ezeket ezért írtam föl, hogy igazából mondtam a recepciósnak, és ne arra ugyan, hát most költeni akarok egy kis pénzt, és nem lehet. Hát miért nem lehet megvenni a maradék 4 napra az italcsomagot, kipróbálnám, hogy milyen, és akkor lehet, hogy a következő úton akkor megveszem az egészet, nem az egész hetit. Egyébként valószínűleg így lesz, tehát a következő úton megveszem, kipróbálom, aztán majd utána szakértek belőle. Szóval, hogy hiába drága a piacsomag, nem tudtam megvenni. Aztán ugye a drágánál maradva, drága a net. Azt már mondtam, a napi net az 10.000 forint, és hogyha egész hétre vagy egész útra megveszed, akkor ilyen 5-6.000 forintra lemegy a net. Nyilván nagyon sokan kifizetik, hát nem nagyon értem, most megint nem menjünk bele, ugye egy normális hajónál, tehát ami minden nap kikötött, ott van a kikötőben mindenhol, tehát hozzá lehet jutni a nethez, egyébként is az ember nyarról, akkor egy kicsit inkább legyen nyugis, ne az otthoni bulvárhíreket olvassa, de nyilván aki szeretné, megveszi, aki nem, csak egyszerűen drága. És ma már, most nem akarom a Teslának a megoldását behozni, mert nem biztos, hogy az megy a hajón, de ma már nem egy világtalálmány a szatellitnet. Ha ezt elosztod arra a 6000 emberre, aki ezt itt használja, semmi gond, tehát nem kéne 5-6000 forintért adni, hát most még el lehet adni ezt, hogy ilyen drága, meg hú, meg hajón vagyunk, meg stb. És ezért kifizetik, mondom, a hajó profit maximalizálásra megy, én ezt értem, de nem kéne ilyen drágán adni, szóval, hogy szerintem kifejezetten drága a net. Aztán az experience-ek, az élmények, erről csinálok külön egy videót, mert 2-3 nap már ezt foglalkoztat. A hajón vannak különböző élménycsomagok, mondom, csinálok külön videót, de ami most írom, hogy probléma, foglalkoztam vele, úgy volt, hogy ja, jó, akkor ezt is kipróbálom. Lementem recepció, mondom, hogy jó, akkor lépjünk már egyel följebb, akkor megvenném ezt a fantasztika csomagot. Nem lehet. Hát
ezt előre kell lefoglalni, nem lehet. És kérdeztem, most mit nem lehet? Hát nem mindegy, hogy ebbe a kajádba kajálok, vagy a másikba. Nem kérek semmi mást a csomagból, igazából csak a kaját, a többire nem is tartok igényt. Nem lehet. Ott kicsit telefonálgatott, meg megkérdezett ezt, azt. Nem lehet. Tehát nem lehet változtatni, és ez mondom az alkohol csomagra is, az internet csomagra, egy csomó minden így van, hogy fölössz a hajra, akkor az van, amit előre fizettél, aztán szevasz, nem tudsz rajta változtatni. Csinálok meg külön videót erről az Experience élménycsomagokról. Aztán, ami nem tetszett, mondom, ezt is túl lehet élni, tehát semmi gondom nincs a hajóval, csak akartam egy kicsit ezt is kipróbálni, nem lehet. Akkor ami viszont egy kicsit jobban zavar, hogy nagyon sok program van, ez tök jó, minden nap megkapjuk nyomtatva a másnapi csomagokat, vagy mi ez, programokat, hogy mi lesz, de este 8 óra környékén, valamikor 7:30-kor így becsúsztatják az ajtó nyíláson, mint valami szerelmes levelet, vagy nem tudom micsodát. Este 8-kor tudod meg, hogy másnap milyen programok lesznek. Mert hogy van egy marha jó applikáció is a telefonon, tök jó, de azon se látod a másnapi programokat, az csak másnap reggel teszik elérhetővé. Tehát este 9-10-kor még ránézek, és nem látom, hogy mi a másnapi program. Szóval engem egy kicsit zavar, hogy este 8-kor mazsolázom ki, hogy ja tényleg, akkor holnap színházba megyek, ja igen, akkor ide megyek, ja akkor nem 10-kor lesz az előadás, hanem 11, akkor előtte megyek kondiba, vagy gyúrni, vagy áttették a jógát, vagy stb. Ja tényleg, holnap megint idő átállítás lesz, hogy nincs kötöttségem, meg nyilván elég szabadon, meg lazán élek itt, meg semmi, ez nem kell igazodnom, de engem zavar, hogy csak este 8-kor tudom meg, hogy mi lesz a másnapi program. Miért nem lehet feltölteni az egész hetit, vagy két hetit előre, aztán ha valami változás van, akkor majd azt az egyet megváltoztatják, de hadd lehessen már látni, hogy mikor nyílik a büfé, meg mit tudom én, hát... Szóval engem ez zavar, hogy este 8-ig gyakorlatilag nem tudom, hogy mi lesz a másnapi program. És akkor még egy, ez már a nem tudom, tizenvalahánynál járunk, ami ugyancsak zavar, hogy mondom, tök jó az app, tehát egy, nagyon sok mindent lehet benne csinálni, olvasni, stb. De beállítod ugye a napi, mi ez a déli programot, napi programot, hogy mit akarsz csinálni végre, és nem szól, tehát nem lehet beállítani emlékeztetőt. És így gyakorlatilag fél óránként ránézek, hogy hova is megyek, mi lesz a következő program. Én ugye azért eléggé kitöltöm a napot, szóval megyek egy csomó rendezvény, nem említett a hajón ilyen programokra, és akkor mindig csekkolgatnunk, hogy várjál, akkor 7:30-kor ez van, de 8-kor ez van, és akkor meg kell néznem a telefonon, mindig be kell lépnem, nincs benne értesítő funkció. Engem ez zavar. Szóltam a recepción, fölírták, mosolyognak, stb. Tehát mindig nagyon pozitívan állnak mindenhez, de nem fog különösebben sok minden változni, de legalább megtettem a magam részéről. Akkor még egy dolog, ami nagyon zavart, az még a hajó indulásakor volt. Nem engedtek fel a hajóra, PCR-teszt kellett, illetve oltási igazolványt bemutatni. Hát ez azért elég nehezen ment, ez Abu Dhabiba volt. Ráadásul lejárt az Abu Dhabis kártyám, ott vettem, mármint egy emirátusos SIM-kártyát, és pont előtte pár órával járt le a csomagom, ment az adatcsomagom, úgy volt, hogy mindegy, nem is érdekel. Szóval, hogy elég nehéz volt, ott valakit megkértem, hogy osszam el meg a telefonján a netet, hogy tudjak töltögetni zéket. Mi ez az oltási igazolványt, ráadásul nem ment az EST, azon is el voltam egy órát, ott idegeskedtem. Hát már előre, hogy én nem láttam, hogy ezt kérték volna, a többi hajón se kérték, tehát már azért lefutott sztori szerencsére ez az egész Covid-szitu. Már mindenki volt sokszor covidos, már senkit nem érdekel az a sztori, mit kérnek ilyeneket. Mondtam, hogy nem tudom megszerezni, mert nem működik az EST, nem érdekelte őket. Akkor ott kértem egy főnököt, megmondta, hogy nem mehetek föl, hogyha nincs oltás igazolványom. Hát mondjuk úgy, hogy megoldottam okosba, nem vagyok rá büszke, de nehogy már ne. Akkor ezt megszereztem, és mondta, hogy jó, és akkor PCR teszt 48 órán belül. Hát miről beszél? PCR-t, ezt már évek óta nem volt, természetesen van ott a kikötőben, 27.000 forint volt a PCR-teszt, és kötelező volt. Úgyhogy az nem tetszett, úgyhogy ezt is bepanaszoltam, nem volt írva, én nem kaptam erről értesítést. Hát az összeg se tetszett, meg egy olyan 4 órás kör volt ez, hogy felszálljak a hajóra, és az első órában kicsit megoldhatatlannak látszott a sztori, hogy fogok oltási igazolványt szerezni. Elég ideges voltam, nyilván ki van fizetve a hajó, meg stb. Úgyhogy mondtam, hogy ez kizár dolog, hogy én erre a hajóra nem szállok fel egy szaros oltási igazolvány miatt. Na ennyi. Úgyhogy megoldottam, túléltem. Mások is nagyon idegesek voltak.
200-an voltunk legalább, akik ott csinálták a tesztet, emiatt ment el, hát ennyi a 4 óra volt, de lehet, hogy 5, és így későn tudtam felszállni a hajóra, gond volt. Aztán a következő probléma, ez is nyilván ilyen, hát ilyen határeset, szóval, hogy túl buzgók a pincérek. Most ez megint olyan dolog, hogy mondhatod rá, hogy hát most ne vicceljünk már, de legalább 3-4-szer volt az, hogy mit tudom, reggelizek, jaj, elmegyek még, hozok még egy kávét, vagy valamit, és mire visszajövök, nincs ott a kajám. És ugye megvannak ezek a nemzetközi jelek, hogy összerakott villa, meg kanál szét, meg stb. És így többször szóltam, hogy ne vigyék már el, mindjárt jövök vissza. Egyszerűen túl buzgók a pincérek, de olyan is volt, az pont ma volt. Hogy eszek, kávézgatok, pont valamit néztem egy letöltött videón, és így be volt dugva a fülhallgató a fülembe, és így lenézek, hol a tányérom. És miközben így oldalra néztem, meg néztem az izémet, így egyszerűen kivette alólam a tányéromat. Mondjuk üres volt, tehát, de hogy így annyira túl buzgók a pincérek, hogy ez valahol persze nagyon jó, hogy foglalkoznak a vendéggel, meg stb., de fölösleges ezt így ennyire pörgetni. Ez többször volt, hogy elvitték a fél kávémat, mert eszembe jutott, hogy hát hozok még egy kis sütit a kávé mellé, és mire visszajöttem a sütivel, a sütit nem eszek, ezért gyümölcsöt akartam mondani, szóval, hogy egészséges gyümölcsöt, addig elvitték a fél kávémat, és nyilván túl lehet élni, hát hoztam egy másikat, de ezek ilyen fölöslegesen túl buzgók a pincérek.